Földi István legidősebb unokája, dr. Sánta Péter, aki nagyapja munkásságához méltón híven őrzi annak eszmeit, tudásbeli hagyatékát. Neki még van emléke róla, nem csak mások elbeszéléséből emlékezik rá, hanem saját személyes emlékei által is. Akkor én még csak azt láttam, hogy nekem egy nagyon jó nagyapám van, aki szeret engem. A halálát föl se fogtam, ahogy így visszagondolok, viszont az egész szerintem a szűkebb, vagy talán a tágabb családnak is köszönhető, akik olyan szeretettel ápolták az emlékét, hogy engem a saját életkorom szintjén ezekbe az emlékekbe, amik nem az én óvodáskori személyes emlékeim, abba is beleavattak. Miket csinált a nagypapa, hogy zajlott az ő élete, mik voltak a nagy sorsfordulói. Én ezekről a magam szintjén, gyerek szintjén már kaptam a családtól bőségesen információt, és később pedig felnőtt, vagy már majdnem felnőtt fejjel, pedig már kirajzolódott előttem a teljes kép az ő személyiségéről, meg a munkásságáról, amiben ennyi minden dolog belefért. És aztán jóval később jöttem rá, hogy ez a Kodálytól induló megközelítés, hogy a kultúrát azt el kell sajátítani, ez milyen jól illik ide, és utána lassan rájöttem arra is, ami az előadásomban is utána próbáltam mutatni, mint vezérfonalat, hogy nem csak elsajátítói vannak a kultúrának, hanem továbbadói is, leginkább tanárok, és akkor vannak, akik még a kultúrát azt még alkotják is, ők a művészek és az alkotók, de ezek akár lehetnek írásművek is. Ezzel pedig már is előtte állt nagyapja személyisége. Földi István, amikor nem tankönyvet írt, akkor a vidéki hétköznapi ember életét kutatta, azt akarta minél jobban megismerni. Mai szóval élve polgári plebejus indítatása volt. Egy iparos városban nőtt fel, és ennek ellenére a város környékén levő falvak földműveseinek életével szerves kapcsolatban állt már gyerekkora óta. És ő neki tetszett ez a világ, értette is ezt a világot, értett a nyelvükön, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta egészen korai, tehát ahogy a tanári diplomáját átvette már attól kezdve, hogy a kultúrában mindenki lehetőség szerint kapja meg azt, ami fontos, tehát nem a nemzeti kultúrában. Nem maradjon senki mindazon kulturális elemek nélkül, ami egy magyar tudatú embert, egy jó nemzettudattal bíró embert jellemez. Ez volt talán a legfontosabb, amit én leszűrtem magamnak az ő életét és munkáját tanulmányozva. Földi István fiatalkora óta újságíróként tevékenykedett. Ez a korszak szánypróbálgatás volt, addig, amíg saját lapot nem alapított. Először a közéletiség volt az életében, majd a szépirodalom, a regények, elbeszélések írása később jelentkezett nála. A kisebb karcolatok, novellák újságba jelentek meg. Az első nagy téma az első világháborús veterán életét bemutató nemere fúvás volt 1937-ben. És akkor utána mindig érdeklődésre, valahogyan közérdeklődésre számot tartó történelembe ágyazott témához nyúlt mindig, amikor szép irodalmat írt, és nem publicisztikát. Képzési Művészeti Főiskolán végzett Budapesten 1927-ben, és ő rajz- és művészettörténet tanár volt. Tehát ő azért ment oda, mert ügyeskezű rajzoló lévén össze akarta kapcsolni, hogy ő mindenféleképpen tudás átadó szeretett volna lenni, és a tanári szakma alapjait ott megkapta. Tehát ami a pedagógia, a módszertan és az összes többi dolog, azt ott a képzőművészeti főiskolán a rajztanároknak a művészetek és a művészeti technikák mellett ugyanúgy oktatták. Tehát ő tanár volt a szó leges legjobb értelmében, mint szépíró, hogy ő teljesen autodidakta volt.
Tehát nem volt a családban senki, még nem volt olyan nagy példakép, akit ő követett volna. Egész egyszerűen a maga természetességében jött belőle ez a dolog. Tehát soha nem mesterkért az írásait olvasva, és mindig tele van szívvel, tele van lélekkel, természet és az ember szeretetével. És egy kicsit talán én a népi írókhoz tudnám besorolni őt. Tamási Áronnal jó ismeretségben volt Földi István, ezért ő is hatott írásos munkásságára. A többi kortárs írót is ismerte. A háború után, amikor elszakadt szülőföldjétől, Székelyföldtől és Magyarországra jött, már nem tudta úgy ápolni velük a kapcsolatot. Domonkos Pál Péterrel, aki szintén tanár és néprajzos, népművelő volt, tartotta továbbra is a kapcsolatot, de Tamási Áronnal már csak keveset találkozott. Földi István 120 éves születési évfordulója április 23-án volt. Ennél szebben kevesen tudnak megemlékezni szeretett nagyapjukról, mint ahogyan ezt dr. Sánta Péter, a hagyományőrző unoka tette, a Dombóvári Művelődési Házban tartott emlékestel.